Következik a Forma 1-es brazil nagydíj. Ez várható a folytatásban. Gyorsan lövöm befele én is a streamet. Lássak valamit a felvezetőkörből, ami mindig rendkívül izgalmas szokott lenni. Ennyi. Legközelebb folytatjuk majd a Forzát, természetesen ugyanúgy, mint ahogy minden bármi mást. És ennyi. Ja, már pörög itt a felvezetőkör. A Forma 1 után lehet, hogy még amúgy visszamegyünk, és kicsikét ellötyögünk itt a Jurassic-kal. Majd meglátjuk még, természetesen. Úgyhogy ennyi. Örültem egyébként, hogy a Forzához még annyit hozzátennék, hogy így ennyire összetudtunk gyűlni, kicsikét ott klikkesedtünk, jó volt, így amennyien ott voltunk a konvojba, jó volt az tényleg. Csináltunk egy-két fotót, egy-két ezt, egy-két azt, és ennyi igazság szerint. Rendben volt ez a dolog. Aztán majd még megpróbálunk ilyen különböző eseményeket leszervezni, és akkor talán úgy még izgalmasabb lesz a forzádás. Csodálatos ez az interlagoszi aszfaltcsík közben, itt nagyon szép helikopteres felvétel láthattunk. Fordultak rá a célegyenesen, brutál ez a szintkülönbség. Csodás, nagyon-nagyon jó megvan csinálva ez a pálya. Szia, Roli! Na! Srácok, fogadás legyen? Bazd meg! Most már mondjuk mindegy. Majd valami fogadást kitalálunk. Talán. De nem biztos. Na nézzük a rajtot! Ez a legizgalmasabb. Illetve... 4 piros. 5! Verstappen lerajtolja Bottas, ennyi. Az a belső valamiért nagyon jól működik. Ezek a szurkolói hangok amúgy, mint hogyha föl lennének erősítve direkt, nem? Vagy olyan, mint hogyha így számítógépről lennének bejátszva. Nehéz elképzelni, hogy tényleg ekkora ováció legyen egy rajtán, ahol... Ja nem, mondjuk nem, mindenki ugrál a lelátót, a kurva élet. Hoppá! Hogy ugrálnak a lelátó? Meg vannak őrülve. Jézus Mária! Én idézem a rajtot! Jó, mondjuk lehet, hogyha a 25. versenyemet láttam, akkor lehet, hogy már én is ugrálnék. Földrengése játszanék. Isten, de jó lenne végig ilyen versenyt látni. Egymás mellett vannak a versenyzők. Menjél, Andi, előzd meg a csapattársad, megy balfácán! Jaj, de gyenge vagy, édes Istenem. Gyerünk, Nándi, nyomjad, előzd meg aztán... Jó! Rá kell menni az előzésre! Júj! Nándi, nagyon jön, gyerekek! Na most a jó, ez meg lesz a tatának, bazd meg. Gyönyörűen csináltam, micsoda mestermunka! Ott az meg lesz az előzés. Meg kell lenni az előzésnek. Hát kurva közel van. Hát hogy nem lesz meg az előzés? Be kell vetődni? Erre Ricardot megelőzi okon. Mi? Hogy? Hát ennyire gyorsak az alpinok az egyenesben? Lehetetlen dolog. Hát nem már! Jóságoség! Ó. Ezt a balfácán okont, hát az arra kíváncsi lennék mondjuk. Már nem értem, hogy miért nem mutatják azt az előzést. Hát egyértelműen ott van egyedül akció a pályán, akkor miért nem mutatják a többit? Norrisnak meg annyi, kész. Defekt, vagy mi volt? Első szánsír, nem? Mi történt vele? Defekt? Vagy lehet, hogy ez taktika? Lehet, hogy ez taktika. Még ez fura lenne.
Hát nem tudom. Nem tudom, ez most mit. Ez taktika lenne. Furcsa. Hamilton már a hatodik helyen van. Mi? Hogy? Hát honnan indult? Ötödik. Honnan indult? Azért nem is figyeltem. 12-ről, nem? Vagy 10-ről? 10. És már az ötödik helyen van. Jézusom! Hát eddig nagy versenye, nagyon nagy hétvége van Hamiltonnak. Hoppá! Mi történt itt? Na nézzük csak, hogy történt ez a baleset? Mi volt ez? Hát ez egy nagyon fura incidens volt. Persze, mediaclick.hu, vagy... Ja, igen, ott. Hát ez Norrisnak a hibája egyértelműen. Hát miért kellett volna, nem is tudom. Miért húzott befele? Hát ott volt neki a hely talán. Nem tudom. Fura egy incidens, az biztos. Jó párszor kéne megnézni, most ilyenből bazd meg, nem lehet állásfoglalni normálisan. Ott ez, hogy le lett iskolázva? Ezt a pancsert? Jézusom! Ezt direkt csinálja, bazd meg, most komolyan. Micsoda törmelékek voltak itt, te jó ég. Lajos kamerájából is lehetett látni törmelékeket. Már a negyedik helyen van Hamilton. És miért kell ilyenkor ismételgetni, bazd meg, amikor a pályán is történnek incidensek? Aszta. Cunoda mit csinált? Ez mi a szar? Profi. Már a harmadik, Hamilton. Egy kicsikét sem érződik az, hogy ő meg lett volna büntetve, nem? Volt bármi értelme annak a büntetések? Csak annyi, hogy igazából előre engedte a Red Bullt. És ez nem arról van szó, hogy még jobban kellett volna megbüntetni, vagy bármi ilyesmi, hanem arról, hogy osztálykülönbség van a Red Bull Mercedes és a többiek között. Elképesztő. Nagyon durva. Azt a mocskos élet. Ferrari 2020-as autójának az összes előnye itt van a Mercedes-en. nem hiszem. Jó, vannak ilyen, voltak korábban is ilyen Hamiltonos hétvégék. Hogy megmondják neki, hogy hol engedje el Hamiltont? Aszta! Gratulálok, Bottas, szép volt. De bezzeg ezt megcsinálja. Hát ez elképesztő.
Léptik el. Korábban is volt ekkor előnye, basszus, a... Most nem is tudom, mit akartam mondani. Föl kell dolgozni egy-két dolgot. Hát sehogy felcsúsz. Nem arról van itt most szó igazából. Figyelj, hát itt nem nagyon lehet előzni ebbe a Forma 1-be. Hát csak akkor, hogyha osztálykülönbség van az autók között szinte. Hát ez egy elég benzsó manőver volt Cunodától. Hát persze, hát fogta magát, ezt beengedte az autót. Hát persze, mert tempókülönbség van. Jesszusom. De hát ezt meg kell csinálni, hát ott ez is ugyanabban az autóban ül, mint Hamilton. Hát ott ezt még nem csinálja meg azt, amit Hamilton csinál. Például. Jó, jó pilóta, hát mindig is jó pilóta volt Hamilton, kiváló pilóta, az egyik legjobb pilóta most is a mezőnyben. Ez, én úgy mondom, hogy ez vitathatatlan. Most azért nem mossuk össze ezt a politikus Hamiltont a pilóta Hamiltonnal szerintem. Azt nem, azt tényleg hagyjuk. Hagyjuk a pályán kívüli dolgokat. Jó, mondjuk tény, hogy vannak olyan dolgai is persze, ami a pályán belül történnek. De az inkább az olyan pályán belüli történés, ami pályán kívüli. És a pályán kívüli dolog van, amikor behozva a pályán belülre. Vagy valami ilyesmi. Elhúzott a lómeccsem. Jaj, hál' itt. Szeretett Fettelen már háromszor megforgott, csak mondom. Ó, hogy Bottas itt, ó, ő hordta föl itt a mocskot a pályára, de balfácán. Istenem. Nagyon béna. Nagyon gyenge Bottas, komolyan. Készen döbbenetes. Ő Bottas is megcsinálta, mint amit Hamilton is. Perez is ugyanez vonatkozik. Tegnap is mit csinált a sprint kvalifikáción? Körönként a csapattársától kapott egy másodpercet. Majd, hogy nem egy szeket. És nem csinálta meg, hanem ott elkocsikázott. Persze, lehet azt mondani, hogy fölöslegesen minek akaskodni egy sprint kvalifikáción, és a többi, tök jogos. És például Okon előzését miért nem mutatják meg? Ott totál nagy helyezkedések voltak Alonso, Ricardo Okon részéről. Ott úgy tűnt, hogy Alonso megelőzi Okont. Arra azért kíváncsi ennék, hogy ott hogyan tudott Okon egyáltalán előrébb jutni. Ott azért azt megnézném. Kíváncsi ennék arra. Van egy olyan érzésem, hogy Alonso inkább elengedte. De persze erős feltételezés. Hát nem elég jó, gondolom, a Honda motor úgy tudnak ilyen gyorsan menni. Egyszerűen ennyire jók. Ez a felháborító, hogy ezt még mindig hagyják nekik, hogy nem is azt, hogy ezt hagyják még nekik, hanem hogy hagyták nekik.
hogy előre így felkészülhessenek ezekből a motorszabályokból. Csak ők, hogy dominálhassanak. Ilyen korábban soha nem volt elméletileg, hogy valakit domináló csapatot segítsenek. Mindig csak ellehetetlenítettek, mindig miattuk hoztak létre szabályokat. Most meg szinte még segítik őket. Ez évek óta így van. Lényegében. Ahogy elkezdődött a Mercedes dominancia, olyan, mint hogy ez egy tudatosan felépített dominancia. Ez nem azt jelenti, hogy balfácán a csapat, nem azt jelenti, hogy balfácának a versenyzők ott, jó versenyzők alkotják a Mercedes-t, jók a stábtagok is. Itt az FIA-val van gond, mint mindig ugyanoda lyukadunk vissza. Mindig. Hát ők engedik meg a csapatoknak, meg ők engedik meg a versenyzőknek, hogy ne csinálják azokat a dolgokat, amiket csinálnak. Hiába csal egy versenyző, miért hagyják? Hiába csinál bármit, ha a versenyzőt kell elővenni, a versenyigazgatóságot, aki felel azért, hogy hogyan versenyeznek a versenyzők, a csapatok. Jó, ez egy nagyon eltaktikázott rajt lesz. Figyeljétek meg! Van egy érzésem, ez egy érdekes újraindítás lesz. Semmit ott piszkosul gyors az egyenesben. Ügyes, nagyon jó ez az újraindítás. Nagyon taktikusak. Gyönyörű. Ezt muszáj így csinálni, hát ez nincs mese. Így viszont lehűltek a gumik. Ijj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 
volt? Azt a betyárját, te szépen bepróbálkodott, Leclerc. Megpróbált ott a zavarosba halászni. Szép volt. Ez igen. Igazi lesi puskás volt, de hát az a baj, egy Ferrari-val vesz meg. Ilyen pár körig lehet csak ott lenni, utána mindig elfogynak. Nézd oda! Nem. A jövőre. Jól csináltak a Red Bullok. Na most ezt az 1-2-t hogyan tudják itt lehozni? Biztos, hogy most megy a batek. Perez megpróbálja olyan távolságból követni Verstappent, szerintem, ami még úgy hatékony számára. Verstappen meg megpróbál most olyan távolságban tartani Perezt, ami még úgy jó, mert ugye Verstappen mindig minden körülmények között gyorsabb, mint Perez. Talán itt ezzel a legtaktikusabb döntés. Talán. Ez is egy opció. Ki tudja, hogy nem tudom, mit látnak ezek a matematikusok a Red Bullnál, mert Perez segíteni kell. Mert különben Hamilton leveri. Tehát Hamilton most mindenkinél gyorsabb a pályán, azt lehet mondani. Feri. Ki az a Feri programú? Feri. Basszus! Schumacher autója megsérült. Hogy tolta maga előtt az első szárnyat. Istenem! Jaj. Maximum akkor püfölném az asztalt, hogyha valami normális autóba ülne, de hát ez... Mazepin 14. Ó, röpködnek a darabok mindenhova. Ez lehet, hogy megint safety car lesz. Atya, gatya! Mi történt? Az egyik alfával akad össze, vajon? Megcsúszott! Mi volt ez az Alfa Romeo-tól? Nem sodródott ő át!
Hát miért jött át az alfa az ő részére? Hát megcsúszott, de attól még odajött az alfa, ráhúzta lényegében az alfa, nem? Nem ez volt? De ezt is meg kell nézni. Nem mondtam semmit, vegyük úgy. Oldaszó szarul ismétlik ezeket, bazd meg. Ja, így van, kizsó. Inkább ismételjétek, hogy mi történt. Kívülről volna érdemes ezt megnézni. Most mit csinálja? Fiatal versenyző, csak hogy nem engedhet el akárkiket. Nem? Az a baj, azzal a házzal. Mintha egy ifa lenne. Röhelyes egyszerűen. Köszönöm szépen ki az ajándék feliratkozást Kristófnak. Nagy tapsja neked, köszönöm szépen. Ez igen. Ajoljon. Ajoljon a lemez. Ferencnek annyi? Á, nem. Nem hiszem. De hogy Verstappen bevárja úgyis. Szerintem még bevárja. Vagy nem tudom, mi a jó lehet, mi lehet a jó. Kíváncsi ezek, hogy a Red Bull majd ezt hogyan fogja kitaktikázni. Ugye most az a jó ebben a csatában, hogy egyértelműen Hamilton jobb, mint a kettőnél. Mint a két Red Bullnál. Persze, jövő évi autóról lesz változás, tényleg lesznek nagy változások, új külső, meg minden. Hogy de? Teljesen. Tetőtől talpig minden módosítva lesz. Kívül belül módosítják a Forma 1-et, igencsak. Hát ezzel kampányolnak, ezzel nyugtatnak már mindenkit évek óta, hogy majd 21-től, ami ugye a vírusnak köszönhetően átcsúszott 22-re. Bár nem értem, hogy egy haldokló sportágat miért kell átcsúszni, mondjuk hivatalosan ez se haldoklik. Csak minden eddiginél jobban mondják, hogy unalmas is. Tehát a mai közösségi a médiában hogyan hallhatna meg egy ilyen sport? Ilyen sport a leg... Tehát király kategóriáról beszélünk. Tehát ez nem tudna meghalni lényegében. Lehetetlen dolog, mert már ők is kegyetlenül belefolynak a mindennapokba. Bárhova elmennek, már mondanak ezt, azt, és már róluk beszélnek az emberek, óriási hype van körülöttük folyamatosan, és hát ugye nem amiatt van nagy érdeklődés már sok esetben, én kezdem azt gondolni egyre jobban, hogy a pályán mi történik, hanem a pályán kívül. Közben megvolt az újraindítás. Mit jó, most Verstappennek a tempóját kell figyelni nagyon. Mert ő most normál körülmények között szerintem ő ellógna. De ez a tempó, amit most megy, ez pont arra elegendő, hogy legyen egy kis különbség, ne tartsa fel annyira Perezt, és segítse őt az egyenesekben. Ez pont arra elég elvileg. Elvileg. Hát én egy ilyen taktikát sejtek itt a háttérben. Hogy itt erre megy ki a játék igazság szerint. Hát elég ilyen futurisztikussá fognak változni majd az autók felcsúsz
Meg kell szokni azt is, mint a glóriát, de hát a glória is most már olyan szinte az életünk része lett, forma egy része lett, hogy föl se tűnik, hogyha ott van. Bár én még mindig jobban megnézném, jobban nézegetném az autókat glória nélkül, mint azzal, de se baj, hogy ott van. Meg hát hirtelen nem lehet bevezetni azt a Forma 1-be, hogy a garázsokból irányítsák az autókat, szép apránként majd odáig eljutunk úgyis előbb-utóbb. Amire azért remélhetőleg poén marad a következő évtizedekben, vagy évszázadokban. Nem lehet egyszerűen nincs előző amúgy. Ha egy ligában versenyzel valakivel, nem tudsz. Nem lehet előzni ezen a pályán. Valami bazi nagy különbségnek kell lennie. Vagy kurva könnyű az autód, vagy más gumin, vagy könnyű autóid hogyan lenne, mikor mindenki teletankkal indul. Nagyon minimális eltérések lehetnek verseny közben. Inkább a gumi különbségek, amik talán közben szólhatnak. Perez is használni akarja a DRS-t? Ó. Nem bírja Perez, nem bírja. Be kell lassítani a... Na, hát akkor látjátok, mégiscsak hogy itt a taktikázás. Kell amúgy valami ilyesmi. Viszont itt, hát nem tudom, ez a Mercedes szemszögében meg itt mi történhet vajon? Óvja a gumit, amennyire csak lehet. Pont annyit autózik, ami még nincs határon Hamilton. Amivel még picikét talán tudja óvni a gumikat. És esetleg tovább kint marad, mint a Red Bull, és egy vagy két kör kint lenni, és nagyon-nagyon oda durrantani. Egy brutál körrel. Viszont azzal, hogy a Red Bull, illetve Verstappen elkezd lassulni, akkor azzal ő is tudja óvni a gumiait, minimálisan. Hát... kíváncsi leszek erre. Persze, Pere nem lassít vissza, persze, nem, én sem lassítanék vissza ennyire. Oldja meg, Perez. Azt a kurva, hogy elmegy! Hát ez te jó Isten! Hát ez szép volt. Azt a kurva eget. Ez mint ló a lónak. Oppá! És visszajön! Ez igen! Na Gáborkám, most aztán fényese lehet. Az igen, ezt nem gondoltam volna, hogy így meg lesz az a visszaelőzés. Ez igen, ez szép volt most Pereztől. Szép volt a támadás, és szép volt a védekezés. Ez igen, csoda, csoda. Hát ilyet a mai Forma 1-ben, bazd meg, nagyítóval kell keresni, tényleg. Jézusom. Hát ez most simán megvan. Ennyi volt. Még Bottas is lehet elmegy. Ez a durva. Ez hihetetlen. De most ilyenkor miért nem beszélnek arról, hogy ez miért történt meg? Miért tudta megint kivédekezni Perez? Most mi van ilyenkor? Miért nem mondják el, hogy esetleg ilyenkor túl sokat elhasznált a tartalékából, tartaléküzemanyagból, az ERS-éből túl sokat ellövöldözött, vagy mi történt? Mi indokolja azt,
mi indokolta azt, hogy most meg ennyire hirtelen belassult? Eddig tök faszán tartotta, nem? Vagy lehet, hogy most annyi talán, hogy semmiféle szélárnyéka nem volt Verstappen által? Valami ilyesmi? Hát pilóták között van ekkora különbség, mert az autójuk ugyanaz. Csapatokon belül szinte mindig ugyanolyan autókkal mennek a versenyzők. Nagy ritkán van olyan, hogy megbeszélik azt, hogy ki kapja meg először a fejlesztést, mert mondjuk éppen úgy sikerül lefejleszteni egy-két alkatrészt, és akkor egyik az A csomagot, másik a B csomagot teszeli. Őrületes, micsoda tempókülönbség amúgy ez Hamilton részéről. Őrületes. Ez olyan szinte brutál már. Tehát hol volt eddig ez a tempó? Nagyon szólna, ha innen behúzná a bajnoki címet, komolyan. Ezt állva megtapsolnám. Akkor ez legalább volt valami extra dolog, amit le kell tenni az asztalra. Ricardo mit csinál? Elengedi Vettelt? Atya szenték. Na, volt kontakt? Nem volt. Szenték. Hogyha nem lökte ki Vettel Ricardot? Meglepő. Közben Okont pár megelőzte Ricardo, ugye? Mi van? Nem nagyon értem most itt a dolgokat. Mit csinál az Alpine már megint? Alonso megelőzi Strollt. Tehát megint, pazd meg, ami az Alpinokkal történik, azt nem láttuk ezen a versenyen. A rajtjukat nem láttuk, az első körük pedig nagyon erős volt. Most megint, ott volt valami helycsere, és nincs info. Igen, a Ferrari valóban most egy picikét megerősödtek erre a nagy díjra. Közben vagy ezt nem tudják konstans nyújtani. Néha ott vannak, néha meg nem, de hát ők is amúgy kört fognak kapni nagy valószínűséggel szerintem. Bár mondjuk ez most a versenyben volt kettő safety car már, hát így mondjuk egyszer, de kapnak majd ők kört szerintem. Hosszú még a verseny, persze, szerintem simán. Az első négy nem fog kört kapni. Hát lényegében így szokott lenni. Normál körülmények között mindig így van. Red Bull, Mercedes nem kap kört. Meg talán még van egy ötödik, hatodik. Pláne ugye, hogy most egy marha rövid pályán vagyunk. Tehát ezt azért az is most itt közre játszik ebben nagyon. Jó Isten, Giovinazzi! Őt el kell küldeni a Forma 1-ből. Hogy vezet? Láttátok? Úszik keresztbe kasul az autója, már megint ilyen idióta üzemmódba kapcsolt. Ja Istenem. Vissza kéne tenni őt az F2-be vagy F3-ba. Menjen ott. Nem megy ez neki. Szinte biztos Keldon. Persze. A világ legjobbja is jó mi neki.
Igen, igen, siet. Ön siet. Annyira siet, hogy már Ricardo vissza is előzte. Többenet. És azt sem mutatták, vagy mutatták? Tényleg mutatták azt, hogy Ricardo vissza előzte Fettet, vagy csak valamit itt elnéztem megint. Nem lepődnék meg, hogyha nem mutatták volna. Mutatták? Ja, akkor nem néztem. Jó, csoda. Most érdemes azt megnézni, hogy Verstappen és Hamilton mennyire más liga. Teljesen más. Nézd meg. Perez mennyit kap körönként, Bottas mennyit kap körönként, a két balfácán. Nézzétek meg! Hihetetlen. Mióta, azóta megy Verstappen így, mióta Pereznél elkezdődtek a balhék. Ahogy az első megmozdulás történt, biztos, hogy szóltak neki, vagy ő valamit látott, és azóta megy, mint az állat. Hamilton sem tud most a közelébe jutni. Bár szerintem ez inkább itt valami, itt ez tudatos. Én arra tudok gondolni. Mert akkora tempó előnye volt eddig, hogy ez valami hihetetlen. Úgyhogy tuti valami gumikímélő üzemmódot ott bekapcsolt szerintem. Tehát... hosszú még a verse. Tudják ezt nagyon jól. Miért balfácának? Hát a széve csapattársuktól konkrétan körönként fél másodpercet kapnak legalább. Azért. Hát ez sok. Csapattárstól ennyit kapni. És konstans, egész szezon erről szól. Ezért. De nyilván elég magasra van téve nekik a léc. Persze. Tehát ez inkább... az első számú pilótákat akarnám fölnagyítani, mint hogy a második számú versenyzőket lealacsonyítani. Ami a Perez még azért számomra még mindig kérdőjeles versenyző, de Bottas szerintem ő azért nem olyan rossz versenyző. Kevés esélyt lát egy kiállással. Ja? Ja, igen. Hát, és konstans, ők kapnak gyengébb erőforrást. Lehet, hogy nem is olyan az autó, mint az első számúnak. Tudni, mi van a háttérben. Hát, korábban igen, én is ezt sokszor mondtam, de hát ez szerintem hülyeség. Hát ilyet miért csinálnának? Valaki szándékosan hátrányba részesítenek. Ez miért jó? Meglepő fordulat. Hamilton húzta meg első körben. A váratlant. Na most ezzel a kemény gumival mi lesz? Elmegy a végig vajon? Vagy nem? Hoppá, 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 hoppá. Ez érdekes. Azért itt kurva sok kört kell elmenni a végig. És ebben azért volt egy 5-6 kör safety car. Ugye? Lehet, hogy kettő kiállásos lesz a verseny, igen. Előfordulhat.
Most egy egészen jó végüres térve a Hamilton előtt. Hát ott szerintem lendületben meg is előzi majd Ricardót. 2-3 kör múlva. Vajon most mi lesz? Vajon most mi lesz? Nem egy olyan rossz verseny ez most. Csak az a baj, hogy van itt konkrétan 50 olyan kör, amit legszívesebben kitörölnék. Tehát így átugranék, inkább így mondom. Itt a következő 30-40 körben még valószínűleg semmi nem fog történni. Ez a baj, hogy a versenynek 70% az ahhoz kell, hogy felépítsék a verseny első, meg a verseny utolsó 20%-át esetleg. És közben a közti rész azt a 70%-ot kellene megoldani. Mert lehet, hogy olykor ez sokkal durvább, nem is a 70%-a, hanem mondjuk nagyobb. Miért gondoljátok, hogy ez jó húzás volt a Mercedes-től? Volt valami? Nem tudom. Na, örülök neki, Vámosi. Örülök neki. Te is, mi van? Nyertél a lotton? Mi történt? Történt valami? Hát... Igen, csak egy sprint kvalifikáció. Nem tudom, itt azért ez tudományosabb oldalról kell ezt megközelíteni. Az a tegnapi lágyas etap az azért nagyon-nagyon fura volt. Szerintem ha meg kéne nézni a tegnapi köröket. Hozzá kellene vetni a mostani körökhöz. Igazából ennyire volna szükség. Az is azért már... Hát... Csak mondjuk itt jóval jobban meg vannak tankolva, mint akkor voltak. Atya úr Isten! Ma nem is hittem, te jó Isten! Egy egész kettőre van már csak Hamilton Verstappentől. Az ki, kemény. Hát, hogyha lendületből megelőzi Verstappent, akkor onnantól ez a vége a versenynek, szerintem. Na, remélem összeakadnak. Üssék ki egymást a bánat, az kész, megint legyen idő csámcsogni. Úgyis a héten elég kevés jó lett kioszva. Hát még van. Basszus. Na, üssék ki egymást, na. Szaporodjanak a pályán kívüli pletykák. Gyerünk! Nyomjuk meg! Nem kell ide verseny. Kiütés. Abban nagyobb a hírérték. Gyerünk! Hú, micsoda cikkek lesznek ebből? Előre látom. Hamilton szándékosan löki ki Verstappent. Nem, Verstappen szándékosan löki ki Hamiltont. Hoppá! Stroll! Valami leszakadt. VSC. A Hamilton ezentúl első. És Verstappen második, csak Verstappen nyer. Nem tudom. Passzolom. Ezért kell kijutni. Ilyen egyszerű. Ja, jó.
Atya úristen. Bottas Perez csere. Baleset lesz? Ja, erre kéne fogadni. Na, fogadjunk erre. Verstappen és Hamilton között lesz-e kontakt, bármiféle kontakt? Hamilton és Verstappen között lesz kontakt, bármi, egy legkisebb érintkezés is beleszámít. Egy percig lehet fogadni, mindenki készüljön. Már megy! Gőzerővel megy a fogadás. Én azért tolnék egy all-int valamelyikre, bár nem akarok befolyásolni senkit sem, de illene azért egy all-int tolni valóban. Na nézzük, hogy pörög eddig. Több mint 200 ezer pont már föl van pattintva. Ez igen. Több mint 300 ezer. Kevesebb, mint fél perc, ha vissza a fogadásból. Skacok, toljuk meg, legyen meg a fél millió. 300 ezerekkel. Hát nézz oda. Toljuk meg, all-in! All-in, nyugodtan! Majd visszahozzátok. Ezt még fogadás jövőben, úgyis. Úgyis mindenki tele van. Tudom én. Na. Mindjárt megvan a fél millió. Megvan a fél millió. Sőt, mindjárt megvan a 600 ezer. Jézusom! Itt a végén tuti lesz valami hajrá. Annyi. Hát ez 612.839-re volt elegendő ez a fogadás. Így össz pontszám az elég nagy lett. Hát ez szép. 87 ember fogadott összesen. 87-es! Lehetett volna 88. Na mindegy. Hát remélem, hogy izgalmas lesz. Én örülnék egy balesetnek. Mert annak, hogyha megelőzi Hamilton Verstappent, az elég unalmas. Abból nem lehet pletyizni. Az uncsi. Ha még ott van valami baleset, akkor még lehet anyázni legalább, ugye? És hát én nem fogok, mert miért? Minek az? De más nyomhatja. És ez mindig vicces. Hát Alonso elengedi, persze, hát most mit szarozzon, egyértelmű. A más liga, megint csak. Ja, Alonso tényleg, ő most ilyen taktikus Jóska volt, megint csak. Óvta a gumikat. Csodálom amúgy, hogy Alonsonek ez van türelme, tényleg. Ekkora tehetségnek. És 40 esztendősen. Hogy már annál is idősebb? 40-nél? 40-nél is több? Nem, 40. Emlékszem, hogy 40. De most remélem, hogy 40 és nem több. Elmúgy nem arra gondolok, én félrejtés nehézség, tehát tegyük tisztába, tehát nem azt kívánom, hogy halljon meg bármelyik. Nem egy ilyen Britannia fordítva, nem erre, mert az csúnya baleset volt, hanem az, ami úgy tudod, így, mint Monzába. Lajos elmegy fodrászhoz, Verstappen lesz a fodrász, jó párcsó kereke. Még tényleg úgy szabályos a dolog, illetve mindenkinek az egészségügyi állapota rendben marad. Azzal nem szórakozunk. Egészséggel. Ha mérkőzés után lepacsíznak, az is kontaktnak számít? Jogos a kérdés, de nem. Az nem számít annak. Az már buzulásnak minősül. Zuhanyzós videóra? Ja, jó lenne. Tudsz valamit róla, mikor lesz? Esetleg? Ki a name killer? Hát, Joseph, szerintem túl gondolod.
Ne figyelj rá. Kész vagy, mit tudom én. Én nem is hallom, miről beszél amúgy. Ezért tegnap is pont erről tettem egy-két említést, hogy egy kommentátornak a szavaira ilyenkor, mikor exzálisban van, nem nagyon szabad figyelni, mert ő arról beszél, ami éppen, amit vagy kitalált, vagy ami éppenséggel, amiben vele lehet kötni, jó vagy rossz értelembe, kész. Ha más lenne Hamilton helyébe, és ugyanazt csinálná, csak más lenne tényleg a neve, csak más ember ülne az autóba, akkor biztos, hogy róla is ugyanígy beszélne. Szerintem. Mert most ő az egyik főszereplő lényegében. És most jelenleg ő van főszerepben, mint támadó versenyző. Most aki védekezik, hát az elég ilyen. Most arról mit lehet mondani? Én is inkább Hamiltonról beszélnék. Hát én is róla beszélek. Kit érdekel ilyenkor Verstappen? Nyilván észben tartjuk, hogy ő védekezik, de ennyi. Hát most itt azon megy a matek, mert itt csak Hamilton tud csatát kezdeményezni. Verstappen nem. Most nem fog visszalassulni. Az kész. Főző streamel mi a helyzet? Eltettem zsebre a pontokat, azt ennyi. Meglógtam vele. Ennyi, nem lesz. Meglógtam a pénzzel, sikkasztottam egy jót, az kész, szavasz. Ennyi. Ilyen egyszerű. Lesz amúgy persze. Viccet félretéve. Hogyan lenne? De ha mégsem lenne, akkor vissza tudom még adni a pontokat, de lesz. Csak még tényleg nem lett megtartva, addig mire mondjam le a pontot. Lehet, hogy Alonso egy kiálláson van, tényleg megpróbálja, ha bár mondjuk, de megpróbálhatja. Még ezzel, hogy kint volt valamivel többet a pályán, hát Andy ezzel paszki semmire sem ment. Ez nudli. Semmiben nem lett előrébb. Mondjuk az érdekes, hogy Okon, hát szerintem Vettel és Alonso egy kiálláson van. Az a baj, nem figyeltem, nem látom a live timingot most nézni. Nem nyitom én meg most. Hagyjuk lógva. Mindegy, van egy tippem, Vettel, Alonso egy kiállás. Ennyi. Nekem most jelenleg ez a tipp. Csillisban főzős, főzés. Az jó hangzik. Jó hangzik. Jó. A szeretem úgyis. Csak én az a baj szerintem, hogy a tésztát rontan. Á, mondjuk nem, azt kóstolgatni kell folyamatosan. Nem kell. Csak attól félek, hogy kicsit túlságosan sós lesz. Á, mondjuk azt is. Mindegy. Profi. Hát ezt meg lehet majd csinálni faszán. Á, értem, Roland. Remélem, hogy jól sikerült. Tényleg amúgy ezek a kommentátorok, Weber Gábor és Mihalis Norbert, ők kinek szurkolnak? Van olyan versenyzők, akinek szurkolnak? Beszéltek ők már erről valaha is? Most úgy frankom, mert én még soha nem hallottam róla.
Jó van, elpoénkodod, Álmosi. Most tényleg, érdekesség kedvén. Nyomja, Dandy! Ez az, megjön a lesi puskás tata! Gumi előny ott van, gyerekek, nyomjad! Hői! Istenem, ez a balfácán cunoda! Randy is elmegy! Állj, mekkora állat! Gyönyörű! Új, de odaverte a bakkecskét, ez igen! Nyomjad neki! Az a szigorú tekintet ott a sisak rosté alatt, láttátok? Ahogy a napfény megvillantotta nekünk azt a tekintetet, azt a hülye nagy tepsi fejét, micsoda szigorral követte itt az eseményeket. Micsoda végtáv, öregem, oda néz. Ez igen. Szép volt. Andy nagyon megy, gyerekek. Igazából itt lépnie kellene a tatának, kurva gyorsan. Gyerünk, Andy! Megint szerepelsz, bazd meg, most nyomd! Egy állat vagy! Most kell menni! Erről van szó, gumi előnyben van a tata! Most kell menni, gyerekek! Itt nem lehet tinglitanglizni most. Gyerünk, lépj oda, tekerd ki a nyakát, hadd szóljon! Mehet a jiu-jitsu. Bono, már megint, ne bonózzál nekem, mikor Andy bemutatja. Fú, valaki debe lett ültetve az iskolapadba megint. Azt a minden itt, jó ég. Ez igen, hát Andy úgy elment, hogy úgy ott hagyta öregen fettet, mint szódás a lovát. Szép volt. Verstappen box, Hamilton első. Ennyi volt. Ja, igen, ha sós lesz majd a tészta, akkor nyomunk egy flashbacket. Így van. Pontosan. Így van. Latifi. Latifi drukkereknek a követőinek a száma így hopp, megnövekszik. Latifiből most kell Mártét csinálni. Rohadt szemét szarházi, direkt föltartja Verstappent, ez is Hamilton szurkoló vicc. Menni kell bevédeni a Latifi, gyerekek, azonnal kövessük be Instán. Védjük be. Nem tehetett róla, hát véletlenül ott volt. Ó, vicc. Itt vége is a fogadásnak, hát sanszos. Le van fizetve ő is. Úristen. Követed is, Kerigen? Na, a nagy Hamilton szurkoló, vagy Mercedes szurkoló, vagy Hamilton? Hamilton inkább talán. A tippel nem kell. Nem véletlen. És pont te követed a Latifit. Micsoda véletlen? Meg ugye a Mercedes motor. Biztos oda szóltak. Figyeltek, érdekel akciós Mercedes motor a következő nagyjakra? Na, akkor ezt meg ezt kell tenni. Ennyi. Csinálták, amit kell. Ő tartott az egyik Williams RX. És hát kijött a boxba, ugye a boxba bevezető szakaszon, meg a kivezető szakaszon is főle picikét tartva. Hát ilyen kapott valamennyit, nem tudni mennyit. Aztán lehet, hogy csak felfújják itt nekünk, kedves kommentátorok. Úgy, de keményen védekezett az a Williams. Ez igen, az szép védekezés volt, meg kell hagyni. Azért az egy sportos végtáv volt. Meg kell hagyni. Ez igen. Most egy VSC. Uha. Abból szerintem világháború lenne.
Ilyet ne kívánj, légy szíves. Úristen. Hát így Hamilton lehet, hogy nem lesz első. Atya világ. Nézzenek oda. Miért nem hozzák? Miért nem hozzák ide? Most komolyan. Vagy lehet, hogy elmennek így a végéig? Fú, az mekkora lenne. Hát ez kizárt mondjuk. Vagy közepes? Közepes, kemény, közepes? Lehet, hogy ez lesz itt ám. Ilyet láttunk már? Azt azért szöget... Hopp! Áugrasztanak is. És kihozzák Lajost! Azt a hét meg a nyolcát! Na mi lesz ebből így akkor? És kemény gumi megint? Pff. Hát ez komoly. Pedig én arra gondoltam, hogy... Hát akkor ennyit arról, hogy feltartotta Williams. Itt nincs vége a fogadásnak, igen. Igen. Valóban érdekes, amit most mondanak itt a kommentátorok. Tényleg érdekes az, hogy ezt a taktikát választották Hamilton. De azt nem értem ilyenkor, hogy Hamilton miért nem gondolkodik. Miért nem mondja, hogy akkor nem? Hogy ennyire tényleg, ó, mondjuk, miért ne bízza meg a... Ja, miért ne bízza meg azokba az emberekbe, akik tényleg ott ülnek kint, a pályán kívül, nincs bennük óriási adrenalin mennyiség. Akikkel már számtalan bajnoki címet már nyert. Uramisten! Furcsa. Megint hibázik a Mercedes öregem, hihetetlen. Nem tudom, miért kell pancserkedni. Itt. Távol állt eddig ez, ettől a csapattól ez, nem? Mondjuk, hát ja, nem voltak nyomás alatt. Most azért van rajtuk nyomás idén, és azért jönnek a hibák egyből. Jönnek a rossz döntések. Tehát a matekosok mit számoltak ilyenkor? Mondjuk most már nagyon ott van Lajos. Ez hogy lehet kivédekezni? Ki lehet egyáltalán védekezni? Hát ez bitang kemény tempó. Most itt Lajosnak úgy kell mennie, mint az állat. Ott van nagyon. Na, itt most, itt elkezd építkezni, most érdemes ezt figyelni innentől kezdve. Szerintem 3 körön belül megelőzi Hamilton. Szépen fölépíti. Ezt érdemes ezt figyelni, az egész következő 1-2 kört.
hogy hogyan fogja fölépíteni az akciót, hogy végül bepróbálkozhasson. Hát csak a fedélzeti kamerát mutattam én, bassz meg ilyenkor. Érdemes ilyenkor figyelni. Ez nagyon jó. Szóval nem mutatják, ugye, mert ez nem TV kompatibilis már. A kanyarogos áj, nem látjuk, csak kívülről mutatják, basszus. De rossz. Milyen gyors. Azt a életbe. Többenet milyen tempó tud menni a méton. Egyenesben. Ez jó volt. Ez de jó. La. Végre valami. Hogy, hogy meg ilyet felsztáppen? Mi volt ez? Láttátok? Gyönyörű volt. Azta. Na. Nem fogja elvenni a gáz. Á, hogyan venni? Nem tud versenyezni, bazzeg, ez a Verstappen. Atya úristen. Miért kell mindig eddig tolni? Istenem. Aj, bazd meg. Hát ebből egy ötszekes büntetés lesz valószínű. Nézzük a visszajátszás korai. Á, hagyjuk! Hagyjuk! Egyértelmű, egyértelmű. Veszíteni nem tudás. Egyértelmű. Szokásos, szokásos Verstappen. Lényegében. Ami most pont úgy sült el, ami, ahogy, hogy ez ebből valószínűleg büntetés lesz. Pedig ez de jó volt, jó kis csata volt ez tényleg, mert ez menő volt, ez tetszett nagyon. Ottan, úristen, ez jó. Kár, hogy nem látom még ilyeneket. Ez menő volt. Hogy figyelt a tükröt, Verstappen, Hamilton bemozdult, és abban a pillanatban ő is reflexzerűen. Jó védekezés volt igazából, mert simán bebombázhatott volna oda, de ez egy nagyon egy idióta megmozdulás lett volna szerintem Hamiltontól. De hát meg kell csinálni. És bejött neki. Őrület, ritkaság. Hát ez ennyi. Le is tört az első szárnyából valami talán, vagy nem? Hát nem. A fáját. Basszus, milyen jó volt. A fáját. És ilyenből lehetne basszus többet nézni, de nem, nincs. Megint kaptunk egy kis ízelítőt abból, hogy mi van, amikor tényleg van egy kis autóverseny. Most volt. A fel ne vigyel. Szomorú vagyok ilyenkor. Egyben örülök is, hogy láthattunk végre valamit. Ez jó volt, mert tényleg látszott, hogy itt nagyon komoly építkezés folyik. Tetszett. És az lenne nagy, hogyha Hamilton fogná magát, és mégis megelőzi a pályán belül. Na, az lenne nagy. Vagy a Verstappen férfi volna, és félreállna a bánatba. De hát az a baj, belülről ezt megítélni, meg az a baj, hogyha félreállsz, akkor megrizikózhatod azt, hogy... Mert ugye azért mondom, hogy félre kellene állnia, hogy ezzel elkerülje a büntetést. A vizsgálat, de hát ez... Ez túlságosan nagy összeesküvés elmélet szerintem, ez nem is összeesküvés elmélet, ez egy hülyeség. Odaadná a pozíciót Hamiltonnak, majd visszaelőzné, mondjuk akkor az megállja a helyét egyből. Ennyi. Talán így. Mi ezt meg lehetne.
Persze, 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 nem rossz, hogyha ott van valami kontakt, de van egy ilyen kontakt, tehát arra nem hiszem, hogy valaki szándékosan így játszana. Az, azt nagyon jó meg kell tervezni. Főleg amikor védekezel, hát ez... Meg ez kockázatos. Mi mondja, az előtt a riválison tovább tud menni? Borzasztó kockázatos ez. Olyan, mint amikor valaki Monakóba szándékosan összetöri. Mint például mondjuk... Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy Leclerc, csak ő volt legutóbb, aki ott összetörte, és ugye Paul rajtolt volna, de úgy megsérült az autója, hogy közben ugye nem. Nem tudott onnan indulni. De hogyha feltételezzük azt, hogy ő most szándékosan összetörte ott az autóját, akkor bizony, ő Paulból rajtolt volna. Micsoda élet lett, jaj, de jó. Na, látjátok, ebben van a hírérték. Ez a jó. Lehet utálkozni, neki menni a másiknak. Gyerekek, ennyi. Kicsikét tájkaratézzunk, nyomjuk, hadd szóljon. Mehet a jiu-jitsu, minden. Judo, minden, hadd szóljon, gyerünk. Úszítsuk a népet, hadd menjen, erről van szó. Menjen, gyerünk. Ha már lúd, akkor legyen kövér. Vezetői hiba. Igen, amúgy jól mondja, tehát vezetői hiba történt, de könyörgöm, hát hogyan, milyen vezetői hiba? Hát akkor is, hogyha vezetői hiba történik, nem történhet hiba. Hát most nem olyan régen volt egy olyan megmozdulás ezen a versenyen, ahol pont mondta, hogy Cunodának úgy kell megelőzni az előtte lévőt, hogy nem történik ott baj lényegében. Hát most történt, most lényegében Cunoda volt Verstappen. Csak most itt nem volt kontakt. Hát persze, hogy így akarta, hát persze, hogy így akarta, hát hogy de, hát nem is versenyzői hiba volt ez, hát rövidet fékezett, túlságosan rövidet, kapott egy blokkot az autó, hát ennyi, túltolta. Ennyi, igazából. Nem lesz büntetés? Lemaradtam. Hát mit csinálna egy versenyző, Vávosi? Dühöngjön? Ráz, ott verje ki a rinyát? Most ez a legprofi, lehető legprofibb magatartás. Ilyenkor ezt csinálják a legprofibbak. Ezért a legprofibbak. Ez a legjobbak. Akkor nincs mit tenni, ha igazad van, ha nem. El kell fogadni, kész, menni kell, nyomni kell, bármi történik, ki kell zárni, mindent. Nyomni kell. Utána majd lehet, hogy verseny után kiveri a balhét. Ez már más része. Vizsgálat sem lesz! Azt a kurva, az kemény. Mit lehet, hogy most Hamilton nem nyerhet? Csak feljegyezték az esetet? Ja, belső után még kapunk egy Insta sztorit. Így van. Így van. Pontosan.
ismétlik az előzést. Igen, tehát hihetetlen, hihetetlen, hogy ezt tovább engedik, amúgy óriási. Tehát ilyen manővereket eddig végig leintettek. Itt kellett egyértelmű Hamiltonnak a kormányon. Itt, ha nincs nyitás, akkor Verstappen és Hamilton megint összeérintkeznek. Volt itt amúgy kontakt? Nem volt semmi, ugye? És ez mikor volt lőve? Volt ilyen? Ja, volt. Aston Martina, tényleg. Itt volt az? Lehetetlen, tényleg? Majdnem kontakt, ez elég, nem? Nem. Nem elég. Hát, hogyan volna? Nincs az az Isten. Hát figyeljetek azért, Norvinak azért a véleményére érdemes adni, baszki. Világbajnok versenyző, profi autóversenyző, aki megért már hasonló szituációkat. Egészen biztos. Ha ő valamire mond valamit, úgyhogy közel nincs a sporthoz, mármint hogy nem részese, mint versenyző, akkor azért érdemes. Nem azt mondom, hogy elhinni, de elgondolkodni. És nem mondjuk pászt egyből, basszus, hogy a Hamiltonnak a seggét, ilyenek. Lehet, hogy tényleg így van, lehet, hogy óriási Hamilton szurkoló, lehet, hogy még Hamiltonos letoválása is van, vagy ilyenek. Ki tudja? Hogy cikázik Verstappen, és ezt hagyják még mindig? Anyád, ez komoly? Ilyen csatában is ezt vajon hagyni fogják? Mi a franc? Ugyanezt csinálta Nándi, teljesen mindegy, hát az sem volt szabályos. Neki is szóltak, de könyörgöm. Ne hagyják, hát le van írva, hogy egy irányváltás engedélyezett. Hát semmilyen kigyózó manőverrel nem értek egyet. Ez sehogy, bárki csinálja, hát ez gagyi szar. Meg fogják inteni, így folytatja Verstappen, biztos. Valamit kap. Hát most az előző szitót följegyezték. Hát, ezt most nem lehet kivédekezni. Ez egy körbeautózás lesz. Ja, hát innen már nincs visszaút viszont. Hát ez szép volt, bazza, megcsinálta ezek után a kurva élet. Itt aztán valószínű, hogy óriási tempókülönbség volt. Ez elképesztő, kemény. Szép. Ennyi vitatható manőver után megelőzni a riválist, hát nem egy egyszerű dolog. Biztos. Kigyózik. Kifékez lényegével, nem fékezel, vagy nem látod, nem nyitsz a kormányon, akkor kiüt. Ezeket félretenni, vagy utána megelőzni, hát ez egy szép dolog. Ezek után azt mondani, hogy az autó teszi azzá, hát jó az autó, de ki is kell használni. Ó, hát ezek, na mindegy. Akinek ezt még mindig magyarázni kell, szerintem ott akkor már. Mindegy, nem is vagyok benne, mert szokásos vége láthatatlan téma. Hát volt valami verseny legalább, nézzük a jó oldalát.
Na, tűzi játékozzak? Mi volt ez a hang? Fekete fehér zászlót kap Verstappen. Nem kellene hagyni sehogy se, bazd meg senkinek, de hányan kigyóztak már? Hányan? És nem kapott egyik se fekete-fehéret. Szinte semmelyik. Csomó kigyózás volt már. Csomó. Szomorú, amúgy. Azért, mert most első helyét menni a csata, meg a világbajnoki címért, akkor egyből fekete-fehérezni kell? Mi ez? Akkor ennyire most se kellett volna. Hanem módosítsák akkor szabálykönyvet, hogy lehet kigyózni, bazd meg. Nem? Hát... Ez igen. Ajjajjajjaj. Ajjaj. Itt komoly gondok vannak. Az istálóját bele! Antit megelőzték, bazd meg. Nem hiszem el. Mi csinálsz, tata? Ne villogjál, nyomjad neki! Nem hiszem el. Szomorú. Te apukádra gondolsz, Ádám? De miért szurkol neki, hogyha róla van szó? És mi történt? Mi történt ott? Lassan kapja Gasly is a kört. Úgy tűnik, hogy a Ferrari-k nem fognak kört kapni. Hát, még ki tudja, attól függ, milyen tempó diktál Hamilton. Még innentől kezdve igazából a lehető leggyengébb motort fogod adva kell venni. Ez kész. Tehát innentől kezdve minek nyomni, nem? Fölös. Ott azt a tesztelték az erőforrásokat, ez teszt, motorteszt volt az végig? Tehát, hogy így beáldozták Bottaszt, ez nem csak egy, nem tudom, ilyen taktikai, másféle taktikai megmozdulás volt a Mercedes részéről? Vagy ezt mire alapozott, hogy tesztelték végig a motorokat? Lajos megkapta a legjobbat, plusz DRS. Lehet, hogy igazad van tényleg. Logikus volna ez a fejlődés, de hát akkor miért nem mondjuk, nem tudom, mondjuk, hogy Mexikóban mi történt. Mexikóban is kapott büntetést talán, vagy mi volt ott, nem tudom, ott állsz. Lehet, hogy az utolsó 3-4 versenyre durrantanak így oda, vagy mi? Óriási kigyózás volt ez.
És erre alapozod, I am no one. Lehet, hogy igazad lesz tényleg. Meglátjuk, hogy akkor Bottas miért nem tud gyors lenni. Vagy nem tudom, mi van. Lehet, hogy megpróbáltak 19-re lapot húzni ezzel. Mondd azt valamit. Jó elmélet. Komolyan. Elképzelem. Meglátjuk, hogy mi lesz a következő pálya, ahova mennek. Hova mennek ezután? Szaúd-Arábia? December 5-én lesz, azt hiszem ott. Katar? Úristen, Katarba mennek most. Jaj! Na, az mondjuk fix merci pálya lesz. Csak egyenes van. Féktáv, egyenes. Féktáv, egyenes. Kész. Az ilyen, ha jól emlékszem, nem? Rosszul gondolom? Nem tudom. Hát nem hiszem, hogy fog kockáztatni a Red Bull. Távol állna tőlük ez a kockáztatás. Ha ez tényleg így lesz, ahogy I am no one is mondja, ami nem egy rossz feltételezés, tényleg. Tényleg így jobban belegondolva. De ne kezeljük úgy, hogy ez kész tényként, vagy hogy ez fixen így lehet. Mert benne van, hogy rohadtul nem, csak egyszerűen hiba volt Hamiltontól? Igen, volt valami hiba. Azt megforogna, öregem. Na, az nagy csavar volna még. Kíváncsi ezek a következő nagydiakra, hogy ez hogy lehet, mert most lesz igazán úgy izgalmas, hogy most ki nyeri meg, mert úgy tűnt nekem eddig, hogy egyértelműen Red Bull szokásos formájukat hozza, mindig szedon ők fejlesztettek az utóbbi években talán a legjobban, mindig. Azt mondom, hogy kivétel nélkül. És most ez megint beigazolódni látszik, és teljesen megelőzték a Mercedes. Ez így is tűnt. Teljesen. Tehát ez totál hihető volt. A Mercedes pályákat nyerték, az utóbbi időben egyre többször. A Red Bull pályákat mindig hozták, és hát most jött egy csavar. De közben ugye még ezek történtek, ugye voltak ott motorcsereberék Bottasnál. Majd most Lajos is kapott valami hiper-szuper erőforrást, és baszki. Repül a szekér kegyetlenül. Aztán ki tudja, skacok, lehet, hogy utolsó versenyen meg baszki elfüstöl alatt az autó, mert valami túlhúztak mondjuk, vagy bármi lehet ebből. Most ez van igazán úgy érdekes így számomra, mert én már totálisan leírtam ezt, hogy itt bármiféle dolog legyen. Ennyi igazából. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy lesz nagyobb verseny. Max ilyenek, mint ami most is történt, mert nem lehet. Tehát ha azonosan, ha pontosan olyan 1-2 tizeddel vagy gyorsabb az előtted lévőnél, de gyorsabb vagy, nem tudod megelőzni. Ide az meg osztálykülönbség kell. Legalább fél másodperces különbség kell. Pályától függetlenül. És akkor is marha ügyesen kell lenni. Különben nem lehet előzni. Legyen úgy SBS, de jó lenne. Úristen. Jó lenne. Egy ilyen összemákolt győzelemnek is én örülnék. Csak hogy ott legyen a dobogon, végre meg tudnám nézni a ceremóniát. Nem mint most. Hamilton a nap versenyzője. Hát meg is érdemli. Ügyes volt nagyon. Sőt, az egész hétvégét igazából így. Én az egész hétvégés teljesítményt nézem. Utolsó erő följött.
a tizedik helyről rajtolt, ugye ötödik, utolsó ötödikre, meg kellett csinálni, megcsinálta a baszki. Ez volt a max, köbö. És... 10. rajtolt, majd 2-3 kör után már 5. vagy 4. helyen volt. 4. helyen volt. És bazd meg, most meg első. És csupa kétes helyzetbe belekeveredett, ahol fölrobbantott volna az agyvize, és profi maradt. És túltette magát ezeken a dolgokon, érezte az erőt, megcsinálta, amit meg kellett. Aki ezt meg tudja csinálni, az mindenféleképpen tapsikat érdemel. Hát Verstappen meg ilyen piszkos eszközökhöz folyamodott. Mert egyszerűen nem sok esélye lett volna föltartani, maga mögött tartani Hamiltont. Ez is azt jelenti. Én úgy gondolom, én ezt tudtam ezekből leolvasni. Megpróbálta, nem jött ez be. Hát ez azért... Azért tényleg itt olyan szinten... Ez már az egyik manőver, az már bőven túlment a határon, úgy gondolom. Ez a kifékezés. Ott abból lehetett volna akár egy baleset is. Tehát nyilván neki ez ilyenkor baszki. Akkor is kockázatos ez. Akkor is ütközés... Nem lehet azt mondani, hogy ő csak egy ütközése jól járhat. Mi van akkor, hogyha úgy találja el? Valami történik, mert ki tudja? Hamilton valamit ott csinál. Egyszer csak hopp, eltalálod, és te póró jársz, bekejönöd a boxba, száncsere, nullázol, a csapattárs, vagy a riválisod meg mondjuk hoz még mondjuk 8-10 pontot akár. Hát azért az is durva dolog. Én ezt ezért gondolom amúgy ilyen húzásnak. Most jegyezzük meg ezeket a manővereket egyébként, skacok. Azt javaslom. Jegyezzük meg ezeket megint, hogy most mit történt, mit engedett el az FIA. Legközelebb vajon ezeket elengedi? Ezt a kígyózásra mit fog majd reagálni? Most csak érdemes. Érdemes. Hogy egyszer így döntenek, egyszer meg úgy. És mindig az a válasz, legutolsó sorban azt mondják erre, hogy mindig más versenybírák vannak ott. Szinte változnak a versenybírák futamról futamra, vagy valami ilyesmit szoktak mindig ott össze-vissza emlegetni. Hát kösz. Ja, csak az első, ha nem kapott kört. Kíváncsi eszek. Erre a pályára nem gondoltam volna, hogy itt a Mercedes tud nyerni így ekkora előnnyel. Ez nagyon meglepő. Teljesen kiszámíthatatlan lesz a következő verseny. A következő nagyja viszont egyértelműen ki lehet jelenteni. Örül nagyon. Hát egy ilyen győzelem után mondjuk szívesebben megnézek egy pódiumot. Egy ilyen totál udalmas, semmilyen... Ez nem volt egy rossz verseny amúgy szerintem. Most ezzel el voltam. Ezzel el voltam, csak itt is baszki, azért voltam rendesen üres járat. Azt a kurva életbe. Hiányosra értékelni a versenyt. Előbb kellett volna talán ezt kérdezem, mint elmondani a véleményem. Ebbe folyásoljon senkit a véleményem. 10-es skálán. 1 a legrosszabb, 10-es a legjobb.
Van, legalább ez arra volt jó, ez a nagy díj, hogy legalább az elfogult Verstappen szurkoló kikövessék a csatornát a bánatba. Ez arra mondjuk tökéletes volt megint. Hét. 6-7. Hát ilyen 6-7-es. Ja, ez korrekt. Egyet értek amúgy. Ilyen 6-7-es. 6. 6. 6. Óriási. Ez amúgy most ő. De mindegy, jó. Én nem tudom. Oké. Rendben, örülök, örülök. Ha tényleg örülsz, örülök. Említ, hogy Verstappen között lesz kontakt? Nem volt kontakt, ugye? Most viccet félretéve. Nem volt kontakt, ugye? Fogadás miatt. Azt hiszem nem volt. Köszönöm szépen. Én is így láttam, hogy nem volt kontakt. Jó. Oké, pontok kiosztva. Szép volt. Nagyon, nagyon komoly pontmennyiség forgott most itt kockán, azért ezt meg kell hagyni. Szép volt. Azt a mindenit. Jó volt. Ez egy jó F1 kibeszélő volt most szerintem, mert voltak olyan megmozdulások, ami miatt egymásnak tudtunk ugrani, meg tudtuk utálni a másikat. Jó volt. Szerintem ez egy korrekt kis F1 kibeszélő volt. Ez most így meg kell hagyni. Kicsikét ilyen rendkívüli volt. Ez az utóbbi időszakhoz képest felüdülés volt. Úgyhogy ez... Remélem ilyen lesz a többi is. Minimum ilyen. Leterelésnél, mintha lett... Ne, aj! Most már ki lettek oszva a pontok? Nem érhettek össze. Ne idegesíts. Hát, hogy vissza kellett volna néznünk. Lobogtatja a brazil zászló. De miért? Mindjárt szereti a Senna szurkoló, vagy miért? Még nagy Senna szimpatizáns, az biztos. Á, de mindegy, mondjuk, ez már megint olyan dolog, nem szabad ezzel foglalkozni. Egyszer ez, egyszer az. Schumacherről is meg miket mondott, utána meg ellenkezője, meg na, mindegy, ezt már hagyjuk, pályán kívüli dolgokat tényleg, maradjunk a pályán belül. Na most már így nagyon, nagyon elég. Valaki nem akarja beírni, hogy Mihelis nyalja a segét Hamiltonnak még? Még nem fordult elő párszor, csak azért. Ha még eddig egyszer sem volt. Záró akkordként. Ki esette? Valaki elesett? Nézem. Á, tényleg valaki elesett ott áttérbe! Láttam, kösz, hogy szóltál ki. Jó szemed van. Na jó, van, elég is volt ez. Innentől kezdve meg már következik a póker arc, meg itt tudom én még mi. És akkor most kéne menni egyet még állatkázni? Jurassic? Atya szentég. Hát valamennyit tolhatjuk. Szerint. Jézus Mária. Itt annyi hidratálás volt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 12 hidratálás. És még mindig van, félig van a kancsóm. Ez botrány. Mit gondolok egy... Még egy motorcseréről? Hát most ez attól függ, hogy
Honnan jött most ez az információ? Mi ihletett meg erre a kérdésre, Krikics? Valami infót tudsz? Erről, hogy edzegetik, hogy még egyet bevállal, vagy valami, nem én, 19-es lapot húznak ezáltal, vagy valami ilyesmi? Rákeresek itt a bajnokság állására. Azt mondja, hogy... Hát ha jól mondom, nem a jelenállás, hanem a brazil nagy előtt volt a különbség 19 pont. 19 pont. Jól mondom? Elvileg jól mondom. És hogyha most ezt a mennyit kell levonni? 7 pont a különbség, a differencia, és 19 pont a különbség. Lesz 12. 12 pont lesz a különbség. Hát ez baszki, az elég szoros. Az eléggé. És van vissza. 3 nagy díj. Hát, lehet, hogy meggondolatlanul mondtam azt, hogy Verstappen bajnok lesz. Aztán Mexikóba talán. Vagy nem is tudom, ezt hol mondtam, Amerika. Nem tudom, Amerika vagy Mexikó. Valami ilyesmi volt. Ja, plusz 2? Akkor 14 a különbség a sprint kvalifikáció miatt. Á, tényleg. Ez is felejtettem. A konstruktőri a brazil nagydíj előtt egyébként a Mercedes vezet egy ponttal. Azért az elég szoros, mint én. Ferrari és a McLaren is nagy csatában van egyébként egymással, de a McLaren utóbbi időben nagyon gyenge. Hát ez komoly. Azért ez igencsak ott van a szeren, Atya Szentég. Tizennégy pont a különbség. A kétszer első lényegében Hamilton, úgyhogy Verstappen második, akkor már pont egyenlőség van. Azért gondolod ezt motorcserét Verstappennel kapcsolatban, mivel nagy előnye van a Mercinek az egyenesben, és sok egyenes van az elkövetkezendő pályákon? Hát igazad van. Igazad van. Főleg Szaúd-Arábia. Húha. Hát valóban, csupa olyan pálya következik, és nem tudom. Jó kér, lehet, hogy bevállalnak ilyet, de hát ez borzasztó kockázatos volna. Nem hiszem, hogy ilyet bevállalnak. Ilyen téren viszont tényleg van előnye most a Mercedesnek. Itt csupa olyan pályák következnek. Katari nagy díj. Hát jó, mondjuk azért... Fene tudja. Fene tudja azért. Nehéz. Azért ez eléggé olyan verseny volt, ami manipulálhat bennünket nagyon könnyedén. És könnyedén elhitetheti velünk, hogy hát a Mercedes most megint dominálni fog. 16 kanyarból áll majd a katari pálya. Borzasztó hosszú célegyenesen. És hát azért lesz itt lassú kanyar. Leszek itt azért nyújtott kanyarok is. Hát azért ebben a Red Bull jó. Főleg a lassú kanyarokban jó talán. Igen, ott azért elég jó. Újtott kanyarok, az úgy elég jól megy. Főleg ennek a hiper-szuper felfüggesztések köszönhetően, ami van a Mercedesen. Az valami megint egy óriási találmány lesz. És hát ez a Szaúd-Arábia, hát ez... Nem is kell fékezni szinte. 27 kanyarból áll egyébként ez a pálya majd. 27 kanyar.
Így van, tiszta Bahrein. Így van, ott is. Igen, hasonlít ahhoz nagyon. Amit találtál, talán erre a sebességkülönbségre, hogy Mercedesnek jobb volt a beállítása. Szerintem a sprint miatt a Red Bull vakvágányra ment rá. Ebben látom talán ezt a látványos különbséget. Ja, ja, ja. Így van, Zsiga, ahogy mondod. Egy-két napja azt mondtam, hogy Verstappen még simán behúzza. Pontosan. Pontosan. Nagyon, ez nagyon váratlan volt. Ezt nem lehetett előre sejteni, nem? Csinálunk egy szavazást erről, poén kedvéért? Szerintem fölösleges. Ez annyira váratlan volt, nem? Hát itt már az is elhangzott, hogy úristen, valami csalás van Mercedes részéről. Jézus Mária, hogy lehet? Figyeljük a híreket, mert szinte biztosan elmegy a bírákhoz a Red Bull. Nem a futamot óvják majd, hanem a hátsó szemet. Kicska csapat a Red Bull ilyen téren. Már az első nagydi után, a Bahreini nagydi után ki kellett volna verni a balhét, amit ott leművelt az FIA. Hát már ott. Ilyen téren a Red Bull egy ilyen kis... Mondjuk, talán most azt szól mellettük, hogy itt most már oda tartják a torkukhoz a kést. Mert itt három olyan nagy díj következik, ami... Hát ki tudja, hogy alakul. Mert én ott a Bahreini nagy díjnál azt mondtam, utána nem sokkal, hogy ezt a Red Bull nagyon elbaltázta. Ott abból egy kurva nagy bojkottot kellett volna csinálni. Ilyet, hogy verseny közben módosítanak a szabályzaton, úgyhogy az jó legyen egy adott embernek, egy adott csapatnak, hát ilyen hogyan történt meg? Hát ez hogy? És a Red Bull mit csinált? Semmit. Ott ezt meg kellett volna csinálni, és a Red Bullnak azért van neve, basszus. Hát kinek követte volna őket? Hát mindenki. Még szerintem a Mercedes is. Akár. Nem lepődtem volna meg rajta. Úgy vagyok vele. Hát kíváncsi leszek. Most elültetted a bogarat a fülembe. Lóránt, kíváncsi leszek arra a szájra. Óvjanak, óvjanak. Hát valamit csinálnak, persze, nyomják. Hát most miért ne? Én mit mondott Habor? Mikélis. Jó viszont tápolsz vele te is. Eddig ő tényleg, hát atya világ azért. Nagyon ügyes gyerek. Bezzek, ha a traktoros Norbi mondta volna. Mindenki csöndben lenne. Hát ő már dupla Európa bajnok. Á, hogyne. Hát az nagyobb, mint a világbajnoki cím. Ho-ho. De még mennyivel? Meg hát sokkal szemben jobban tud nevetni a traktoros gyerek, mint a kis Norbi. És a Mihály Norbi. Minden második megmozdulása a traktoros gyereknek. Háromszoros bajnok? Ne haragudj, igazad van. Azzal már ki lehet váltani egy VB címet simán, igaz? Azt is jövő, nem sokat hallottam ebből a kommentárból. Ez az igazság, most nagyon kapta az ívet. Elfogult. Nem tudom. Én már nem nagyon tudom hibáztatni a kommentátorokat. Maximum akkor, amikor tényleg higgadtabb momentumban azt mondják, hogy elalérnak egy-két dologtól. Akkor azt én nem nagyon tudom érteni. De amúgy meg rengeteg esetben nem örülnek annak, hogyha valamiről tudnak beszélni. És nem hülyéskedni kell egymással ott a stúdióba, hogy melyiknek milyen hétvégéjük volt éppenséggel.
Az is lehet, hogy most szétdarálták a motort, igen, lehetséges. Már ha annyira szétdarálnák, akkor most a végén miért kellett ekkora előnyt felépíteni? Hát én nem tudom. Mindjárt itt a háttérben. Ez kiderül majd a következő három versenyen úgyis. Érdekes lesz. Érdekes lesz. Aztán lehet, hogy kapunk megint kettő olyan nagy díjat, hogy azt se tudjuk, hogy hol leszünk utána majd. Mert úgy kipihenjük alatta magunkat. Kipihenjük magunkat alatta. Az unalom miatt. Mondjuk, ha ilyen verseny lesz, mint most, az jó lenne. Hát az ma ugye egy egészen elfogadható végül is. Illetve, hát nem is tudom. Ja, igen, ilyen kibeszélő, igen. Tehát most, hogyha egyedül kellett volna nézni ezt a futamot, akkor lehet, hogy falnak megyek, de az volt a jó, hogy tényleg tudtunk itt most osztani az észt kegyetlenül a másiknak. Ez kellett. Na jó. Menjünk, nyomjuk. Nézzük meg még a Jurassicot. Aztán... Aztán ennyi. Van fent videó. Komolyan. Losail. Tarhotlep. Na nézzük meg a katari aszfaltcsíkot. Igen, annyi gyorsan, mielőtt átkattintunk a... De ez az? Itt van. Losail. Az Assetto korzás, nem? Itt mondjuk durva grafika van, csak... Még legyen. Igen ő. Ha már mondjuk mindegy. Itt ez már célegyenes. Andival megyünk. Úristen, milyen hosszú célegyenes ez. Atya szentég. Na nyújtott kanyar. Jézus, hát itt aztán lehet előzni. Ja, hát lehet előzni. Kerülni, kikerülni, Max. Ja. Végig padlógáz. Hát az a mindegy oválpálya. Ez is fél féktáv. Ilyen kanyaróban nem lehet követni a másikat, nem lehet előzés kezdeményezni. Úristen. Ez borzasztó pálya. Ez ilyen MotoGP is, nem? Sziszta MotoGP pálya. Ez fix. Arra mondjuk biztos, hogy jó. Hát arra kurva jó lehet. MotoGP pályának épült. Jézusom! De ide milyen autók kellenének, hogy itt legyen verseny? Itt nem lehet. Hogyan készítenek majd itt elő egy előzést? De megint kell egy másodperces különbség. Hát hány kanyart kell... Most számoljuk a kanyarokat, hogy a célegyenes sávfordítóig mennyit kell megtenni. Hány kanyar? Ugye ezt hogy építik föl? Mert ilyen nyújtott kanyarokba horribilisen, tehát brutál nagy különbség kell, hogy te oda, ott tudjál lenni egy másodpercen belül. Nem elég, hogy épp hogy vagy ott, hanem nagyon ott kell lenni egy másodpercen belül. Na és most jön a ráfordító. És ilyen nyújtott kanyar, hát én ezt... Hát, örülök neki, felcsúsz. Örülök. Annak is, hogy ezt leírtad. Going dark. Sápadt arccal várod. Én is. Csatlakozom. Ez a magatartáshoz.
Első kanyarra. Ja, maláj. Hát inkább a maláj nagyját hozták volna vissza, te jó ég. Hát inkább az. És az azért volt jó még, mert fizikálisan is kegyetlenül megterhelő pálya volt. Nagyon. Tehát ez talán a legmegterhelőbb pálya. Ilyen téren, ugye a kurva nagy páratartalom miatt, mert bármikor eshetett ott az eső. És versenyzése alkalmas pálya. Tehát oda akár simán vissza lehetne vinni a Forma 1-et jövő szezontól. Elvileg azok az autók már alkalmasabb lesznek arra, hogy autóversenyzésre lényegében. Jó, Valorant. Hát sok sikert. Jöhetnek a friss infók. Hát, Toto Wolff az... Isten, showman. Ez show, ez tiszta showman. Az olyan, mint amikor azt úgy kell képzelni, szerintem azt, ott azt az ember, mint aki, mint hogyha egy szerződtetett színész ülne ott, akit felkértek egy szerepre, hogy játssz el. Szinte. Én azt mondom, hogy ez így van, hanem így állok hozzá, és akkor ki van zárva ez a része úgy nagyjából. Bár néha egyengülök, aztán belemegyek én is ebbe az adókapokba, ami totál fölösleges, és komorosz dolognak a táptalajt. Mondjuk az igaz, így legalább ő a céltában, nem Hamilton. Ja, valamilyen szinte leveszi róla a terhet. Nyugi. Úristen. Komolyan még nekiállunk állatkertezni? Hát ezt nem hiszem el. Hát anya szülte. Úristen.